Köszöntök mindenkit. Nyilván az első fél időben kiegyített játék folyt, a második fél időben a vezetésünk birtokában kicsit értetlen számomra is, hogy túlságosan visszazártunk, visszaálltunk, és itt a sajátos sérülés miatt nyilván bele kellett nyúlni a védelembe. Ez nem igazán jól működött, rengeteg egyéni hibát követtünk el a hátsó alakzatba, ami befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Sajnos nem tudtuk végig bírni, frissebbnek tűnt az ellenfél jóval, mint mi ez a mérkőzésen, és sajnálatos, hogy rövid a belül sikerült nekünk megfojtani a mérkőzést. Nyilván gratulálok a Vasasnak, de sajnálom a srácokat, mert nagy munkát tettek bele. Itt hozzá kell tenni, ugye az elmúlt héten 120 perces mérkőzés is a lábakban volt, nyilván befolyásolta ezt a teljesítményt, de ez nem mentség. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha kicsit rutinosabbak vagyunk, megfogjuk a játékot ezekben a periódusokban, akkor ezt végig lehetett volna vinni, a győzelemmel is tudtuk volna abszolválni ezt a mai mérkőzést. Sajnos nem így sikerült. Úgy gondolom, hogy nem lepett meg minket semmivel. Tudtuk, hogy mi a Vasasnak az erőssége, mi az, amit szeretne játszani. Nem hiszem, hogy bármiféle meglepetés lett volna ebben. Mi kellett volna ahhoz, hogy legalább X legyen a mérkőzés? Voltak ott lehetőségek, utolsó passzok, ez fejben frissesség? Én legfőképpen erre nyilván azok a szituációk megvoltak nekünk is, igaz a Vasasnak is természetesen, hiszen bőven volt lehetőség ott is. A mi részünkről nyilván a pontosság, az egyéni döntések a végjátékban, ezek hiányoztak. Ezekben a periódusokban, amit az előbb is említettem, 10 perc a vége előtt, vagy talán 8 perc a vége előtt még vezetjük a mérkőzést egy rutinos csapatnak, le kell vinni ezt a mérkőzést győzelemre. Elnézést, hangom egy kicsit elment, mert nagyon sokat kellett üvöltöznöm a végén. Csapatnak szeretnék gratulálni, hiszen egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, aki még most is első a bajnokságban. Amit egész héten gyakoroltunk, súlykoltunk, az szerintem mai nap megmutatkozott. Volt stílusa meg arculata a csapatunknak, úgy érzem, hogy sok helyzetet alakítottunk ki, sajnos egy védekezési hibából kaptunk egy elkerülhető gólt. De számomra az a legfontosabb, hogy az a csapat, aki mínuszból már nem az első mérkőzést tudja megnyerni, annak van tartása, és szerintem ez a legfontosabb. A csapatnak gratulálok, de azt kell mondjam, hogy a Debrecen is nagyon jól játszott. Tehát nagyon nehéz mérkőzés volt. Hát szerintem, hogy Irmót nagyon jó csapat, de hát több jó csapatot tudok említeni, a Pécset is említhetem. Tehát nagyon sok meccs van, mai nap ezért a mérkőzésért 3 pontot adtak. Nem jár több, egy biztos, hogy lélektanilag ez a csapatomnak nagyon sokat jelentett ez a mai mérkőzés, hogy vesztett állásba fordítani tudtunk. A bajnokság nyílt, szerintem 4 csapat szeretne felkerülni, az a két csapat fog felkerülni, aki a legtöbb pontot szerzi.